A patika a község egyik legszebbjének nevezett épületében nyílt meg, ahol évekkel ezelőtt is működött. A bajsói polgároknak így már nem kell Topolyára utazniuk, hogy megvásárolják gyógyszereiket. Volt itt egy ilyen kétszer hetente, egy-két óra hosszára ilyen kézi gyógyszertár, ami persze nem elégíti ki az embereknek a szükségletüket. Az ünnepélyes megnyitót követően a helybeliek már ki is válthatták orvosságaikat. Hajnal Verona bajsai lakosnak is sokat jelent ez a gyógyszertár. Hála Istennek, nagyon örülök neki, hogy nem kell menni, mert máskor volt, hogy kölcsönt mentem kérni, hogy legyen. A most megnyitott patika gyógyszerellátása megfelel a követelményeknek, hangsúlyozta dr. Agyánszky János, a Topolyai Egészségház igazgatója. Hozzátette, ebben az évben több egészségügyi beruházást is terveznek, egyebek mellett a Zentagunarasi Egészségház felújítását is. Itt bővült a gyógyszerek kínálata, és úgy a pozitív listás és az úgynevezett szabad eladásban lévő gyógyszerek, de nem csak gyógyszerek, hanem egyéb más árunak a listája, amit hát gyógyszertárakban szokás árusítani. A meghirdetett egészségügyi reform keretében az önkormányzat minden településen egészségházat és gyógyszertárat szeretne létesíteni. Tudjuk, hogy általában az időseknek van gondjuk az egészségükkel, és hát ezzel levettünk egy nagyon nagy terhet róluk is, és hát kérdéses az, hogy egyáltalán mi a költségesebb az, hogyha 6-7 ezer beteget utaztatunk, vagy az a költségesebb, hogyha egy orvost és hát egy gyógyszerészt tudunk utaztatni ezekre a településekre. A bajsaival együtt egyébként 9 állami gyógyszertár működik a községben. A felújítás csaknem 500 000 dinárba került, amelyet az önkormányzat és a Topolyai Egészségház közösen biztosított.